Igen, érdekes témát vetett fel az egyik hallgatónk, olvasónk, aki arról írt szerintem neked, Tibor, hogy ő a Főváros egyik kerületében egy panelházban lakik, és szeretett volna az erkére napelemet tenni. Ért is hozzá, úgy tűnt a leírásból abszolút szakember, és mikroinvertert akart vásárolni, meg, meg egy elég ismeri gyártanak a napelemét. Csinált erről látványtervet is, és azért kérdezte meg az önkormányzat véleményét, mert úgy értelmezte a helyi szabályokat, hogy településkép szempontjából ez vagy nem egyértelmű, vagy nem megengedett, és hát azt a választ kapta az önkormányzattól, pontosabban a főépítésztől, hogy elutasítják a kérelmét, mert nem illik bele a településképbe az, hogy a panelnek az erkélyén napelem legyen. Tényleg ez Lez a, 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 panel a panelházak ja. kinézetével, igen. <laughs> Azzal a, azzal a részével a dolognak egyetértek, ugye az előző hírben pont ezt kritizáltok, hogy ha van egy hivatal, akkor, akkor az nem tartja be a szabályokat. Egyetértek azzal, hogy ha van egy ilyen szabály, hogy nem lehet napelemet föltenni a, a háznak a homlokzatára, akkor akkor ezt tartassuk be, akkor ne engedélyezzük. Ezzel abszolút egyetértek. De a 21. században, hogyha ez igényként fölmerül, meg azt látjuk a nagyvilágban, hogy, hogy ezzel tudják az emberek csökkenteni a saját rezsűjüket, ezzel tudunk zöldebbé válni az energiatermelésbe, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy nem jó az a szabály, amit korábban meghoztak, és változtatni kellene azon a szabályon. Tehát, hogy nekem ez a véleményem erről. Itt most ugye a youtubosok látják a képen a házat, amire elkészült egy látványterv is. Ugye nagyon jól látható, hogy a egyébként szintén tiltott a, a Klima klímakültérjegysége és ott vannak a, a házon. Hát csak ezen a képen van, egy, van négy darab. Fél, tehát, ők valószínűleg nem kérdeztek, hanem csak feltették. Igen. És Igen. senki nem jelentette fel őket, ezért nem kellett ezeket leszerelni Igen. azóta sem. De ami még érdekesebb, hogy alatta van egy ö, ilyen szobába alakított erkély. Tehát vagy ő sem kérdezett, vagy azt engedélyezték, nem tudom. Igen, a, a, a napelem az, az gond, az, az elcsúnyítaná a csoda csodaszép panelház... Ö, homlokzatát, ellenben a minden nyolcadik ablak előtt lógó klímakültéri az teljesen rendben van. Egyébként a klímakültérit is engedélyezném az igazság, tehát hogy, hogy ez is hát, egy olyan, olyan, igen, olyan, erről... 21. században élünk, értem én, hogy nem a legszebb dolog, de mondjanak, vagy mondják meg, hogy technikailag akkor hogy kéne ezt megoldani, úgyhogy ki is lehessen fizetni. Hát alapvetően, igen, erről beszélgettünk a szerkesztőségi csedben, én egyetértek azzal, hogy Hogyha azt mondják, hogy most egy pillanatot csak erre kitérve a klíma a kültérére, hogy ne legyen ott, mert én nekem például szempont volt, nekem sokkal olcsóbb lett volna a házamnak a klíma, klimatizálása, ha engedem, hogy az utcafrontra is tegyenek, és nem engedtem, és azért egy duál klímát szeretettem be, azt jelenti, hogy keresztbe kellett részcsövezni a felső emeletet, hogy hátul legyen annak is a, a, a kültérje, pontosabban egy kültér legyen. Aki nem tudja, vagy nem tervezett egy napelemet, a napelemnek, napelem, bocsánat, a klímát, a klímának nagyon komoly költségtényezője az, hogy mennyi részcsövet kell aztán, hogy milyen távol van a kültér és a beltéri. Na de azért ilyen nagy házakra általában, és itt volt azért egy panelprogram is, és tudjuk, hogy a, hogy a panelekben meg lehet dökleni nyáron a melegtől, még szigeteléssel se optimális. Szóval, hogy azért nem így szoktak ilyen nagy házakat klimatizálni, hogy mindenki főrak, vagy nem így kellene, hogy mindenki fölrak magának egy saját euh, légkondit, hanem, hanem ez valahogy központi légbefúvással. Nyilván ezek jóval költségesebb dolgok, de valószínűleg ez lett volna a megoldás, ha ezeket támogatják a panelprogram keretében, és nem azt, hogy simán megtiltjuk, aztán mindenki úgyis fölrakja. Zárója be záró. Ez lehetne, de az a helyzet, hogyha, ha ismered a realitást, akkor akkor tudhatod, hogy hogy itt gyakorlatilag még egy hőszigetelésben sem tudnak a legtöbb panelháznál megállapodni a lakók. Hát nem, ezt te nagyon jól tudod, ilyen. neked erről konkrét tapasztalatod Igen. van. Igen, nem, nem hogy egy Igen. ilyen luxus beruházással kapcsolatban, mint amilyen a klíma, tehát hogy a lakóknak a 60%-a azt fogja mondani, hogy neki arra nincs pénze, hogy központi össze legyen, hogyha én akarok klímát, akkor szereltessek fel magamnak. És akkor belefutok abba a történetbe, hogy akkor viszont hova kell szerelni, máshova nem lehet csak a homlokzatra. Igen. Na de visszatérve a napelemekre, mert mégis ez volt itt a lényeg. Tehát valóban arról van szó, hogy nem tudjuk abban hibáztatni a főépítést, hogy egyszer ez a szabály akkor őhez ragaszkodik, de valószínűleg a szabályt frissíteni kellene, nem? Mert ez egy nagy rása, a paneleknek ugye egy hatalmas nagy kihasználatlan felett van, akár még az oldalukon is, hogyha pont az lenne mondjuk a déli oldala a háznak, ahol ablakok sincsenek, az a tűzfal, akkor aztán azt meg végképp lehetne tenni, és, és hogyha ha ugye ez hozzájárul a háznak mondjuk az energiállátásához, az akkor már előrébb vagyunk, szóval, hogy valószínűleg a szabályokon kéne változtatni. Arról nem beszél, hogy a homlokzatra szerelt napelemek, azok ideálisak lennének, mert a téli időjárás esetén nagyobb termelést igen. nyújtanának, és nem pont akkor, amikor kezd megfeküdni az elektromos házat, nem pont akkor termelnének csúcson. Igen. Nyáron Én nem szóval télen lenne több áramtőlük. Hát igen. igen, akkor, amikor már kezdenek az emberek, és Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid videót, hogyha tetszett, akkor nézzétek meg a teljes villanyóra podcastünket is, amelyben beszélgettünk a Magyarországra érkező BYD gyárról, az Ausztráliában dízelgenerátorral táplált villanyautó töltőkről, és a kormány zöld konzultációjáról is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.